kötelező munka gyakorlatilag befejeződött, most már a hatóságokra várunk, hogy megjön a vízminta, illetve a hatóság engedélyek megérkezzenek a használatba vételhez, és ezt követően el fogjuk tudni nyitni a gyerekparadicsomunkat. Remélhetőleg augusztus 10-én tartunk egy megnyitót, és a megnyitó után én arra számítok, hogy meg fogjuk tudni nyitni a gyerekek előtt is a gyerekparadicsomunkra. Hát aki volt a gyerekparadicsomban a régi időkben, az emlékszik, hogy mit láttunk akkor, és ahhoz képest mit látunk most. Ugye látszik, hogy a gyermekparadicsom mind kapacitását, mind pedig szolgáltatási elemeit és színvonalát tekintve lényegesen megújult és megerősödött, mondhatjuk. Lényegesen komolyabb installációkat építettünk be. Ilyen installációk, mint az országban jelenleg még nincsenek, Közép-Európában van 2, illetve mi vagyunk az elsők ebben a csúszda installáció méretben, és a Balatonra épül még egy, de ez már csak utánunk. Úgyhogy mi vagyunk az úttörők, mi fogjuk tudni igazán kipróbálni ezt a volumenű csúszdaképet. Itt egy spritzenő polip látható, polipkarokkal, illetve a földből is számtalan helyen tör föl a víz, mint gejzír. Arrébb lövővízágyúk, halacska formájában kialakított vízágyúk látható. Itt egy sprékapu, ami alatt szaladgálhatnak a gyerekek. Mögöttem egy halászkunyhó, 3 csúszdával, lépcsővel, ugye még nincs kitakarítva természetesen, illetve egy mászóhíddal, azon részen pedig látható majd egy billenővödrös polip. Itt vízkapus, csúszdák, libikókák, billenővödör és lövő állatok láthatók, vízlő állatok. És ugye nyilván a nagy élmény rész pedig maga a csúszda. Fő csúszdája az élmény.